A biztonságos vérkészletet országos szinten naponta 1800 véradó tudja biztosítani. A téli időszakban valamennyivel kevesebb az önkéntes, pedig a baleseti sérültek ellátásához, vérkészítményekre és a transfúzióra szoruló betegek kezeléséhez mindig szükség van a segítségre. A Magyar Vöröskereszt adatai szerint 2019-ben 9.860 véradó eseményt szerveztek az ország különböző pontjain. Ezeken összesen több, mint 377.000 önkéntes segített és adott vért. Ezek alapján a megmentett életek száma meghaladhatja az 1.131.000-et. Egyetlen véradással ugyanis három betegen is segíthet az önkéntes. A levet vérből plazma készítmények, vörös vérsejt és vérlemezke koncentrátum készül. A véradás a véradó egészségét is szolgálja, hiszen a kötelező tesztek elvégzése után nem csak a vércsoportját ismerheti meg. A szűrővizsgálat kiterjed a hív, a hepatitis B, a hepatitis C és a szifilisz kimutatására is. Bíradó lehet minden 18 és 65 év közötti, akinek a test legalább 50 kg és átesik az orvosi vizsgálaton. Vendégem a stúdióban Gurán Edina megyei igazgató a Magyar Vörös Kereszt képviseletében. Köszöntöm. Köszöntöm a nézőket. Február van, és azt gondolom, hogy ez abból a szempontból nem fontos, hogy mikor beszélünk a a véradásról, annak fontosságáról és annak lehetőségeiről, illetve ahogyan a felvezetőben hangzott, a feltételeiről, mert hogy ugye azok is vannak. De ha már ö, mégis február van, tehát tél van, jelente ez bármit az önkéntes véradók szempontjából, az ő aktivitásuk szempontjából? Ha az önkéntes véradáson megjelent donorszámot tulajdonképpen nagyon sokféle külső tényező tudja befolyásolni, ilyen például a február, a március eleje, de leginkább, hogyha valamilyen vírusfertőzéses szezonba belépünk, legyen ez akár egy hányás hasmenéssel együtt járó megbetegedés, akár a felső légúti fertőzéseknek az ideje, ez mindenképpen befolyásolja a véradásokon a számot, hiszen azok a véradók, akik egyéb rendszeresen eljárnak viradásra a vörös keresztől kapnak értesítést arról, illetve az országos vére, Szolgálattól is, hogy letelt az az időszak, amikor már újra megjelenhetnek a véradásokon, tehát az 56 napot meghaladja a két véradás között eltelt idő. Ők egyébként is el szoktak jönni ezekre a véradásokra, de nagyon sokszor egy-egy felső légüti fertőzés, vagy valamilyen más betegség, ami egyébként egy múló állapot az életükben, Ő távol tartja őket a véradástól, nem tudnak eljönni, le van gyengülve az immunrendszer. Vannak periódusok, amikor jobban oda kell figyelnünk erre a donorpótlásra, jobban és erősebben meg kell szólítanunk azokat a donorokat, akik még nem voltak, vagy régen voltak, vagy elfeledkeztek, vagy valami miatt nem úgy jött ki a lépés, hogy el tudjanak jönni a véradásokra, hogy ezekben az időszakokban aktivizálják jobban magukat, és tegyék meg azok helyett a donorok helyett, akik viszont rendszeresen járnak. Vagy esetleg akik még soha nem voltak vért adni, hiszen évről évre mindig van egy korosztály, ugye, aki érintetté válhat, tehát annak a feltételnek, hogy a 18. életévét betöltötte már megfelel. Mennyire lelkesek a fiatalok, mennyire jut el hozzájuk a, a véradásnak a fontossága, az Ezáltal az életmentés fontossága. Ott vagyunk a középiskolákban, tehát nagyon sok középiskolában ö, szervezünk évente két-három alkalommal, de inkább két alkalommal véradást. Inkább úgy mondanám, hogy az első fél évben és a második fél évben is eljutunk ezekbe az iskolákba. Az első fél évben már meg tudjuk szólítani azokat a fiatalokat, akik elmúltak 18 évesek. Nyilván itt megnehezíti a dolgunkat az, hogy az iskola az iskolai tankötelezettség az 16 éves kornál véget ér, tehát egy szakközépiskolában csökken a donor létszámot, már nem biztos, hogy utol tudjuk érni a fiatalokat. Inkább gimnáziumokban, egyetemre előkészítő intézményekben jobban. A fiataloknál a véradásra való készség megoszlik. Van, aki nagyon szívesen eljön véradásra, nagyon sokszor inkább már otthonról látják a a példát is otthonról hozzák a példát. A szülők is, vagy a nagyszülők véradók voltak, ezt láttak, ezt tapasztalták meg, és a segítségnyújtásnak ezt a fajta módját választják ők is. Nem úszkodnak a tűtől, nem félnek a viszonylag vastagabb tűszúrástól, a rosszul léttől, semmitől jönnek és segítenek. A fiatalokban nagyon jó a kifogáskeresés, a másik csoport az, aki kiválóan tud gyártani mindenféle kifogást arra nézve, hogy miért nem szeretne vért adni. Itt nagyon sokat számítunk az iskolában dolgozó védőnőkre, a pedagógusokra, akik szokták motiválni a fiatalokat, beszélgetnek velük erről a dologról, és segítik a munkánkat abban, hogy ha ott vagyunk a helyszínen, akkor, akkor jöjjenek le a fiatalok, és nyújtsák a karjukat. Volt olyan példa, hogy egy-egy iskolában, de az egyik iskolában jöttek a fiatalok, látszott, hogy tetszene nekik ez a dolog, hogy valami miatt úgy gondolják, hogy ez mégis egy ilyen vagány, vagány ügy, hogy nyújtom a karomat, utána ott van az a hatalmas nagy ö, ö, bumszli odaragasztva, és akkor látszik, hogy valami, valami jót csináltam, de egyszerűen útszkodtak a tűnek a látványától, úgyhogy úgy zajlott a vírodás, hogy a kollaga egy négyes papírral letakarták a karjukat, és akkor ö, ne, nem tehát nem történt sem, és mondták, hogy oké, okay, hát ebbe, ez aztán végképp egy jó élmény volt, attól, amitől féltek, az nem következett be, tehát legközelebb is el fognak jönni véradásra, mert hogy ez így, ez így egy buli volt, ez tetszett nekik. Utolsó kérdésem a következő. 2019 jó számadatokat produkált-e Szabolcs Szatmárbereg megye vonatkozásában, illetve 2020-ban van-e valami kitűzött etéren? Céljaink mindig vannak, amik mindig nagyon szépek, és mindig nagyon sokat dolgozunk annak érdekében, hogy ezeket a célokat elérjük, hogy minél többféle módon, minél többféle irányból megszólítsuk a donorokat, mind a munkahelyi viradásokon, mind a településeken szervezett viradásokon, és a már is ö, említett iskolai viradásokon is. A 2019-es évünk ö, munkájára ö, az mondható el, hogy nagyon sokat dolgoztak a kollégák azon, hogy a donorszám ne csökkenjen, de a megyében kell bizonyos ö, objektív tényezőkkel számolni, egyrészt az előregedéssel, másrészt az egészségi állapot romlással, és amennyi donort ez elvesz a rendszerből, sajnos az utánpótlás az nem olyan nagy számú. Egyszer-egyszer alkalmi véradók vannak, de a rendszeres véradóknak a megtartása, illetve a fiatalok alkalmankénti véradóból rendszeres véradóvá válása, az egy nagyon komoly munka, a mi részünkről, a donorok részéről pedig egy óriási nagy elköteleződés. Köszönjük szépen a munkájukat továbbra is. Nagyon szívesen kérem. folytatjuk. Köszönjük szépen.